2017-ben kezdődtek el az akkor másfél éves Rabeja és Rukaja szétválasztási előkészületei. A két bangladesi kislány fejüknél nőtt össze, és az operációt a cselekvés a kiszolgáltatottakért alapítvány 35 fős orvos-egészségügyi csapata vezette. A világon ugyanis csak ők vállalták a kockázatos műtétsorozatot. Az, hogy a szétválasztásuk mekkora feladat volt, jól jelzi, hogy csak az előkészülettel 55 ezer munkaóra ment el, és csak a szervezés alatt közel 10 ezer e-mailt váltottak. Idén nyáron a második jelentősebb műtét során sikeresen szétválasztották a fejüknél összenőtt bangladesi sziámikreket Csókai András a híres idegsebész irányításában. A két-három éves kislány állapota stabil, de folyamatos megfigyelés alatt vannak. A világhírű magyar orvos a sziámikrek kezelésekor napi többszöri kapcsolatban volt feleségével és családjával, akik imádkoztak érte. Ennek eredménye is lett. Csókai doktor a hosszú, 30 órás műtét alatt nem csak odafigyelésben, hanem erőnlétben is érezte az imák jótékony hatását. Az orvos azóta folyamatosan előadásokat tart arról, hogy az átélt szenvedésből teremtő energia születhet. Így volt ez Dombováron is, ahol zsúfolásig telt terembe, közel 300 érdeklődő előtt beszélt a tudomány és hit kapcsolatáról. A hit vagy az egyház mondjuk, az nagyra tartja a tudományt. A tudomány, mint használati eszköz nem tartja nagyra annyira a hitet, de annak ellenére pedig vannak erről komoly cikkek, tehát ilyen prospektív randomizált vizsgálatok, hogy olyan csoportért imádkoztak, aztán ugyanúgy, akikért nem imádkoztak, és jobb voltak a gyógyulási eredmények, például egy koronária őrzőbe. Ez minket azért nagyon érdekelt, legalábbis engem az utóbbi időben, mert nagyon nagy imakérés volt a sziámikrek szétválasztása kapcsán, és én éreztem a háttérimának az előrevívő erejét. Aztán például a gyerekek nagyon kritikus állapot után pont Nagy Boldogasszony napjára lettek jobban a rengeteg imádság hatására. Hát egyelőre ennyi. Minden esetre talán a életemnek egyik, vagy talán a legnagyobb főműve, hogy a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen elindítottam 11 éve Kopp Mária professzorasszony segítségével egy Istenhit és Orvostudomány című tantárgyat. És ebben sok neves előadó jön, például Pécsről jön a Kellermeyer professzor úr, meg a Papp Lajos professzor úr is innen jön, és valami igen tanúságot tesznek arról, hogy az Isten hit, a Krisztus hit mennyire segíti az orvostudományt. Immár 5 éve Csókai András minden nap agyi és boncműtéteket végez halottakon, és legnagyobb megdöbbenésére azt tapasztalta, hogy ez a teljesen triviális dolog, hogy ne élőkön gyakoroljanak, hanem elhunytakon, mennyire nincs benne az orvosok vagy a rezidensek képzésében. Nem csak Magyarországon, de Európában sem. Nekem nagyon sokat segít, azért inkább én ezt a sebészetre redukálnám. Természetesen minden kórházban, ahol kórboncolás van, oda lehívják az illető osztálybeli orvosokat. Én mondjuk konkrét itt a műtéti gyakorlatra gondoltam, különösen azokban a szakmákban, amit nem lehet asszisztensi oldalról megtanulni. Ilyen az én szakmám is, a mikrosebészet, a agyi mikrosebészet, és bizony nagyon sok keserves sikertelenségen megy át az ember addig, amíg eljut oda, hogy megfelelő gyakorlatot szerez. Ez bizony ki lehetne védeni, hogyha rávennénk akár a fiatal generációt, vagy akár a közép generációt is a rendszeres mostani gyakorlatra, de ez nagyon nehéz, ez megint a hittel van kapcsolatban, mert az ember, hogyha nem hiszi a feltámadást, Krisztus feltámadását, azért nehezen van minden nap a elhunyt testvérek testeivel, szóval nem egy olyan szívderítő dolog, most így halottak napja után vagyunk, azért a halottak napját sokan szomorú ünnepnek tartják, vidám ünnep, mert arra is emlékeztet minket, hogy akkor megyünk át a örök életbe. De hát ehhez hinni kell a feltámadásba. Ez egy nagy problémája még a keresztényeknek is, hogy valóban szívükkel elhiszik-e, vagy nem. Csókai András több magyar orvos kollégájával 2002-ben létrehozott alapítványa a Kalkuttai Szent Teréz szavainak szellemében végzi küldetését. Nálam a szeretet cselekvést jelent.